Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit. Itt nálunk már megszokottnak mondható az a sorozat, amit néhány hónappal ezelőtt indítottunk el Sinka Jenő közreműködésével. Fontos történelmi kérdések kerültek a középpontba, és a hatodik rész után megígértük önöknek, hogy majd folytatni fogjuk egy újabb tematika mentén. Ez a mai adásunkban el is indul. Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Sinka Jenőt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Mi lesz a hetedik sorozat, illetve hány rész lesz? Igen, hét részes lesz. Ugye úgy szokták mondani, hogy a hét a hetedik, de hát ez mégiscsak hét részes lesz. A címe Elvtársak vége. És egy kicsit furcsa a kép láttán, hogy mi is ez tulajdonképpen. Most elmondtam magyarul, hogy Elvtársak vége, de ugye ezt annak idején a Városi Kanyic címként jelentek meg a plakátok 27-28 évvel ezelőtt. Úgyhogy a fiataloknak, 30-40 év alattiaknak ez a felírás nem nagyon mond sokat, de ugye az irodánk ablakában megvan ez magyarul is. Magyarul is vannak róla képek, és ez a dátum pedig azt jelenti, hogy 1991. június 19-e. Ez az a dátum, amikor az utolsó szovjet katona elhagyta hazánkat. Elvonult a hadsereg. Hogyha visszagondolunk az előző sorozatokra, ott azért mondjuk például az 1956-os forradalom és szabadságharc követelései között is szerepelt ez a gondolat, hogy a szovjet csapatok igen, menjenek haza. Igen, nagyon jó tetszik mondani, és mindenki úgy emlékszik rá, hogy a 12, 14, 16 pont attól függ, hogy hol foglalták össze, de az első három között benne volt. Ugye a kötelező mezőgazdasági termékek beszolgatása, az AVH feloszlatása és az első között a szovjet csapatok kivonása. Na most ez akkor nagyon-nagyon sokat számított. Hát aztán nagyon sokáig kellett várni. Hát 1991-ig. És most kicsit az utolsó mondatokra utalok már most az elején, hogy tulajdonképpen ez a hadsereg egy puskalövés nélkül távozott hazánkból. És ez egy nagyon nagy cselekedet volt, nagyon nagy, szép dolog volt, hogy ezt meg lehetett így oldani. Nem úgy, amikor a második világháború idején, ugye a szovjet hadsereg hengerelt, elérte Magyarországot, elérte még tovább Csehszlovákiát, Lengyelországot, Németországot, szóval le lett torolva a Kelet-Európa, Közép-Európa népei, és ez a hadsereg olyan erős volt, hogy szinte sokáig nem ismert senki szembeszállni ezzel a hadsereggel, még az 1956-os forradalom és szabadságharc ki nem tört. Úgy is mondtuk, hogy ez világrengető volt, mert senki nem vállalkozott rá. Egy nyugat-európai hadsereg sem az Egyesült Államok. No, persze volt rá készülődés, de most nem arról van szó. Hanem arról van szó, hogy mi is történt azzal egyidejűleg, hogy beérkeztek ide a szovjet hadsereg. Kérem szépen, a szovjet hadsereg nyomában a lakosság bántalmazása és elszállítása történt részben. Erről már a korábbiakban szó volt, hogy ez a gulág, hogy a begyűjtés alatt miről volt szó. Hát, hogy az első és legnagyobb létszámú a gulág volt. Aztán jött a Márányki robot, és ez egy nagy mennyiségű embertömeggel károsította meg, szüntette meg a magyar lakosságot, és több évi kényszermunka volt ebből. Ők voltak az elsők, akiket a szovjet hadsereg így, hogy úgy mondjam, lefogott, és a hadbíróság, a szovjet hadbíróság ítélte el őket több évre. Halálra, 25 évre, 10 évnél alacsonyabbat szinte nem is kaptak ezek az emberek. Nem is tudták, hogy miről van szó. Oroszul szólt a bírósági tárgyalás csak a végén, amikor már egy ruszin nő mutatta, hogy 10 év. És akkor nem tudták elképzelni, hogy mit jelent ez. Tehát ezzel kezdődött el tulajdonképpen az a horda, ami a lakosságot érintette. Persze minden más anyagi javakat is elvittek, nem részletezem most, mert Németországot nagyon kifosztották gépekkel, stb. Sőt, Magyarországról is vittek, de az ember állomány volt az a nagyon fájdalmas, ami hosszú évekig tartott. És ezt azoknak, akik ebbe a begyűjtésbe kerültek, nagyon síralmas esztendőket jelentett. A másik pedig a
lakosságnak, a polgári személyeknek és az egyházi személyeknek a gyilkolása. Hát ugye ezekről az előző sorozatokban is esett azért szó. Érintettük ezt is, de most, hogy tulajdonképpen, ahogy elért bennünket a szovjet hadsereg, attól kezdve egészen idáig mi történt. Ez fogja majd ezt a hétrészest felölelni. Tehát most még maradjunk továbbra is az ember anyagnál, bocsánat a kifejezésért, de Székesfehérváron is történt egy olyan gyilkosság sorozat, a Rácz utcában van egy kép róla. Igen, a Kocsis Balázs emlékműve jelzi. Igen, egy emlékművel, és ott felsorolva az, hogy 1945. március 22-én a szovjet katonák kiket lődöztek le. Ezt egy véletlen kapcsán egy székesfehérvári lakos tárta fel, és kutatások alapján a nevek kerültek elő. Nagyon szörnyű dolog volt, ez szinte egy gépfegyver sorozat végzett ezekkel az emberekkel, és itt ezen a környéken. Már akik a Rácz utcába járnak, mert ugye a Székesfehérvárnak egyik Ó utcája, meglepődve történtek, olvassák, hogy ilyen történt 45-ben. Ez már a hadseregnek a kivonuló része időszakában történt, mert ugye bejöttek ide 44 karácsonyára, és 45 márciusán mentek tovább, és addig ez volt talán majd csak nem az utolsó. De volt korábbi is egyházi személy, Bergendi János, a püspökség irodaigazgatója. Ő is áldozatul lett egy ilyen eseménynek. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy az egyházi személyek a plébániákon, azok pincéiben rejtették el az asszonyokat és a lányokat a szovjet katonák elől, azon címszó alatt, hogy ne érje őket bántódás. A szovjetek azt mondták, hogy krumpli pucolásra gyűjtik őket össze. Bergendi János ezeket az asszonyokat a püspökség pincéjében őrizte, és mint ahogy az orosz gyilkolások legegyszerűbb módján, tarkólövéssel végeztek vele. Van egy emléktáblája a püspökség kapu bejáratánál jobbra Bergendi Jánosnak. Az újratemetése az megtörtént utána később, a Szent István Bazilika és Székesegyház altemplomába találjuk meg. Volt alkalmam elhelyezni ott egy bizonyos idő alkalmával március 22-e táján egy koszorút elhelyezni. Szörnyű ez a dolog. Megtörtént. Ez Székesfehérvári eset. De mondanék egy másikat, Iszka-Szentgyörgy, ugye azt látom odaírva. Igen, Iszka-Szentgyörgy, ott van, azt hiszem, hogy hasonlóban. Igen. A forgatókönyv ott is, a plébánia pincében tartózkodtak. Igen, ugyanez a szituáció, Gáspár János, plébános. És tarkolőtték őt is. Tarkolőtték, ugyanúgy. Ebek harmadjára. Nagyon csúnya dolog. Ő is ugyanúgy úgy védte az asszonyokat és lányokat attól, hogy ne érje őket bántalmazás. És ő lett ennek áldozata. Bergendi Jánosnak egy emléktábla azon a plébánián, ami Iszka-Szentgyörgyön van, helyeztünk el, nem tudom, most azt hiszem 55. évfordulóra egy emléktáblát, és koszorúzás volt. Szóval kint a temetőben van a sírja. Megtörtént egyházi személye. Ez most itt a környezetünkben, de Apor Vilmos, ugye tudjuk nagyon jól, ő pedig, ha jól emlékszem, Győrbe lett Mártin halál. Ugyanezzel a forgatókönyvvel, hogy így mondjam, történt egyházi személyek, és többet nem kutattam ki, de az ország más területén is történtek ilyen események. Hiszen az egyházi személyek nem csak lelkileg táplálták a lakosságot, a híveket, hanem testileg is kénytelenek voltak védelmezni, óvni őket, mert ha elmúlik a testiség, nem marad már lélek se, de fordítva se. Úgyhogy ez a személyi bántalmazás itt ezen a néhány képen már tapasztalható, hogy milyen szörnyűség volt októberétől, ahogy átjöttek Magyarországra, 44 októberétől addig, amíg el nem mentek a más országba, tehát Ausztriába, Németországba, stb. Nos, tehát az egyházi személyek így jártak, meg a polgári személyek is. És ami a jobb felső sarokban van, és nem érek oda, föl van írva, hogy zabrálás. Hát kérem szépen, majd csak nem azonos néven mondjuk ezt, de mikor először bemutattam, akkor is csak nézek, ugye fiatalok érthető módon, hogy milyen kifejezés ez. Ez egy összetett orosz és magyar. A zabravagy az a más tulajdonának elvétele, magyar rablás, lopás. És összehozták, hogy zabra,
zabrálás, tehát elvétel, olyan módon, hogy egy ilyen összetett rosszul kifejezés, de mi akkor tudtuk, hogy ez mit jelent. Mit zabráltak? Amit lehetett. Amit lehetett. Kérem szépen, kicsit furcsa dolog. Én akkor az Alföldön laktam, és 44. október 6-ától egy hónapig kitelepítve volt a tanyák közé a lakosság, én is ebbe a kategóriába estem el szüleimmel együtt, és amikor hazatértünk, még akkor ott voltak a szovjet hadsereg a házunk előtt, egy nagy piactér volt valamikor, és ott állomásoztak. És voltak orosz katonák, aztán már jöttek később a románok is, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi történt ott, amire visszaemlékszem. Kérem szépen, az óra, az egy nagyon nagy kincs volt számukra. Miért? Mi volt ennek a jelentősége? Az volt a jelentés, ők nem ismerték az órát. Nem ismerték, nem tudták, hogy mi az. Amikor rájöttek, hogy ez egy valami érdekes dolog, akkor elkezdték az órákat lopni. Akkor még olyan nagyon nem voltak karórák, inkább zsebórák, aki módosabb volt, annak már volt karóra. De amikor az orosz odáig jutott, hogy látott, először is kiket kerestek az oroszok, ha betörtek valahova. Fasisztát, Nyiméckit, meg órát, csaszi, ez volt az első dolog. Na és akkor gyűjtötte. Volt, akinek a karján már volt 2-3, még a másik karján is. És gyűjtötték. Arra emlékszem, hogy jött egy orosz katona, és a hátán volt egy zsák. Nem hátizsák, hanem olyan szövet zsák, amit termények szállítására használtak, és abba gyűjtötte az órát. Volt abba kakukkos óra is már. Meg ugye a fali óra az ilyen súlyzóval működött, az is minden össze. Ha arra rámondták, hogy az óra, mert volt számlepe, azról már megismertem, akkor az menthetetlenül elhozta. Ami érdekes és szomorú volt ez a helyzet. Itt azon a képen látható egy Wecker óra. Ugye elég hangosan tudott csörögni, amikor felhúzta valaki ezt. Ez a régi ébresztő óra. Nagy ébresztő óra volt, már ugye számítógépen, vagy mobiltelefonnal ébresztjük magunkat, de akkor nagyon hangosan is. Na most ennek az orosz komának a hátizsákjába, illetve a zsákjába volt egy Wecker óra, és felhúzták tréfából csörgőre. Na most én arra emlékszem, hogy ez az óra ott megszólalt, nagyon ledobta a zsákot, és belelőtt, fasisztű. Tehát ugye fasisztát két nevezte azt, aki ezt az órát megszólaltatta, azt hitte, hogy az valami élő alkalmatosság, mindegy, de gyűjtötte, zabrálás volt. Ez volt az első és legfontosabb részük, amiket a lakosságtól begyűjtöttek, mert ugye amerre mentek, mindenütt csak lopás, és hogy mondjam, az épületek, a tornyok, a templomok, az egyházi plébániák, stb. Akkor iskolák, azoknak a termei ki voltak szolgáltatva. Tehát a szolgált hadsereknek. Tehát kifosztottak minden gyakorlatilag. Minden gyakorlat. Az első dolog az volt, hogy faluban, hogy a torony. Mert ugye a toronyból lehetett figyelni a csapatmozgást, vagy hogy hol a német állások, meg stb. Hát a legtöbb tornyot, nem mondom, hogy mind szétlőtték, de találatok érték, mert ugye az volt, hogy na, ott lehet a német megfigyelő, és akkor azt ki kell azonnal annal söpörni. Tehát az mindenképpen elsőként a falu legnagyobb épületét érte. És aztán ugye, ahogy említettem, iskoláknak, nagyobb termeknek a felhasználása. Például a templomot is kiürítették. Ugye téli időszak volt, begyújtottak, kályha volt, iskolateremben a padokat meg a padlót felszedték, elégették. Ha az nem volt elég, akkor hozták a templomból a padokat, és oda betelepítették a lovakat. Furcsa dolog, de ebben az Inter Arma című könyvben van nagyon sok, szinte minden településről Fejér megyében leírva, hogy hol milyen disznóságot csináltak. Ez is azok közé tartozik. Hogyha már itt említette az Egyház megyét, meg az előbb volt szó így a lövöldözésről, akkor itt a tablón látható szintén egy érdekes kép kiemelve, hogy az ostya befogadására szolgáló tányérkának látszik a képe, Igen. amit a vértesomlói templomban gyakorlatilag a lövések alapján
arra lehet következtetni, hogy céltáblának, céltáblának használták. Igen. Tehát azon túl, hogy a... Akkor nem volt bennük semmiféle erkölcsi vagy etikai gát. Nem értették. Tulajdonképpen mindent, ami kezükbe akadt, azt tönkretették vagy állopták. Tehát ha betörtek ugye a templomba, akkor ugye abból istálló lett, és akkor ugye amit ott találtak, ugye a Szent Mise áldozatnak a két fő eszköze, hogy így mondjam, a kehely és a rajta lévő paténa, itt helyezkedik el a Szent Ostya. Azt ugye említettem paténa, ezt céltáblának használták. A püspökségi múzeumában megtalálható, az onnan kaptam akkor kölcsön, és ebben a könyvben a leírt dolgok alapján be volt azonosítva, hogy ez hol történt. A miseruhákat sem tisztelték, nem is nagyon tudták, hogy mire használható, de ugye ezeknek a tiszteknek egy részén és javarészével feleségek is jöttek. Meglátták, hogy sejem, mert arra azért már ráfigyeltek, hogy itt ez nagyon díszes anyagból, meg sújtásokkal, meg szóval azért a miseruha az nézett ki valahogyan, úgy, mint ahogy egy mise celebráláshoz kell, és ugye látták, hogy a belső rész az sejem. Na hát kitépték belőle. Hát mit csináljon a többi részével? Eldobta. Vagy azt is a tűzmartalékává tette. Nagyon sok kárt okoztak. Itt látható egy belövött ennek a könyvnek a címlapján templomtorony. Tehát ezt a részét is nagyon-nagyon tönkretették. Úgyhogy amikor már elvonult a hadnép, és ugye kezdődött a helyreállítás, hát bizony a lakosságnak egyik és legfontosabb része az volt a helyreállításban, hogy az iskolák és az egyház épület helyrehozása. Természetesen az ő sajátjával is, mert ugye nagyobb udvarokban, nagyobb gazdasági helyekben betolakodtak ott is, hát valahol el kellett nekik szállásolni magukat, mert ugye a jó népet vagy a lakosságot kizavarták a tanyák közé, hogy nekik ott legyen szállásuk. És akkor a tanyáknál meg még az állatokat begyűjtették, hogy legyen élelmük is. Úgyhogy nyugodtan kifosztották az istálót, a borjukat, meg a lovakat is lecserélték, mert ugye azok is vagyó harci eszköz volt, hogy így mondjam, azokat is elvitték. Tehát egyfajta olyan hengerlés volt, hogy utánok már szinte nem is nagyon volt semmi. Nos, hát ennyit úgy röviden slagvortokban, ami történt 44. októberétől 45-ig, de hát aztán később is tartott ez, mert a lakosság begyűjtése a gulágra az nem fejeződött be azáltal, hogy ők elmentek, hanem ez az ország szerte még 1948-ban, amikor már a hadifoglyokat lassanként eresztették vissza, és 1950-ben is voltak itt, elvittek. Csak egy utcai séta alkalmával civil ruhába öltöztetett orosz katona, ha jó kinézetű, magas deli úriember volt, hogy így mondjam, az kellett a gulágra kényszermunkát elvégezni, elvitték zokszó nélkül. Tehát nem fejeződött be azáltal, hogy itt túlmentek az ország határán. Egy példát mondanék, ma már az országból kitekintve, hogy egy elfelejtett terror. Szovjet fogolytáborúk a háború utáni Németországba fogolytábor. Hát általában el szokták vinni a foglyokat oda, ahova az eredeti hadsereg végig söpört, de itt nem csak az történt, hanem a 10 megjelent az eddigi terror szovjet fogolytáborok Németországban című könyv, és ott 10 fogolytábor állítottak össze a Német Demokratikus Köztársaság területén. Ugye Németországot ketté osztotta ez a háború, és a keleti része az lett a Német Demokratikus Köztársaság, NDK rövidítéssel, és ott fogolytábort hoztak létre. Hasonlóan, mint mondjuk Recsken, amiről már itt hallhattak korábban. Igen, majd mindjárt visszatérek, jó, hogy emlékeztetett erre, mert hasonlóan, ugye szovjet mintára mindent meg kellett csinálni ezen a környéken, és akkor ebben a fogolytáborban 25 ezeren nem élték túl a fogvatartást. Nem élték túl. Itt szó van arról, hogy bírósági eljárások voltak. Moszkvai mintára, moszkvai előírásnak megfelelően ítélkeztek. Magyarországon is ezt ért, illetve hát nem is történt mindig ítélet, hanem csak ezért. És akkor a bűnözésből verbuvált felügyelők, pedig, akik, hát úgy mondjam, túlélték, és ebben a fogolytáborban voltak, bűnözőkből verbuvált őrök vigyáztak rájuk, akik kiélhették magukat, mint
mit tudom én, akik gyilkosságért voltak elítélve, kiélhették magukat ezeken a szegény német embereken. Itt van egy kép arról a fogolytáborról. Szörnyű dolog történt, és aztán ezt meg lehetne nézni több más kelet-európai országok. Hát ez egy ilyen bevett modell volt, akkor mondhatjuk igen, azt, nem? Igen, igen, igen. No, és akkor, amit tetszett említeni, kérem szépen, a recski tábor. Recski kényszermunkatábor. Ez is egy szovjet mintára jött létre, összeszedték az embereket, valamilyen oknál fogva, vagy ok nélkül, és akkor elvitték, nem is tudta a családja, hogy hová. Nem lehetett róla semmit tudni, egyszerűen eltűntek az emberek. És Recsken állítottak föl egy titkos tábort, ahol kőtermelésre állították be őket, és a Recsk felső részénél a Zerge nevű hegyet bontották, és ott kézi erővel. Ez egy olyan munkatábor volt, hogy odahajtották őket innen-onnan az országból, éjszaka, és akkor teljesen pusztaság, alvás. Na de hát semmi épület nem volt. Akkor nekihajtották az erdőnek, hogy állítsanak össze fából fekvőhelyet. És akkor azt megcsinálták, körre építettek barakot, szintén fából, és akkor már volt hol, hogy úgy mondjam, lenni. Nem azt mondom, hogy pihenni, mert a nap nagy részében nehéz körülmények között kellett nekik a követ fejteni, és akkor ilyen kézi sarogjának nevezik, ilyen hordon kellett vinni a Csillébe, és akkor onnan tovább. Erdei Sándor bátyám, ő is ott volt, egykori olyan bajtársam, akivel egy városban laktunk, mint középiskolások. Recski tábor rabjai címmel megírta Sándor bátyám ezt a dolgot. Egy eseményt elmondanék erről, mert sokáig ez ismeretlen volt, és nem tudták a hozzátartozók, hogy hol vannak. Egy székesfehérvári ember is köztük volt, a Dosztál Béla bácsi, akinek a felesége múlt héten volt eltemetve. A Béla bácsi is ebbe a kategóriába tartozott, és 1951-től 53-ig ott raboskodott. Amit erről a táborról el kell mondani, hogy végül is lett ismerté ez a hely. Ugye egyre részben az Erdei Sándor, meg még 5-6 raptársa, hogy így mondjam, azon gondolkodtak, hogy valamiféle szökést valósítsanak meg. Ez nagyon nagy előkészületeket kívánt, és volt is erre 6 ember, aki vállalkozott. És ezt titokban meg is szervezték, oly módon, hogy összefabrikáltak titokban fegyvert, olyan davai gitárnak nevezik, PPS géppisztoly, ami úgy néz ki, konzerves dobozból, stb., és akkor kifosztott rossz ruhákból pedig olyasféle ruhát, mint egy ilyen építőipari segédmunkás, tehát ilyen koszos, és egy vasárnap délután azt játszották meg az őröket kihasználva, hogy ők, mint építő emberek mennek ki, és valamit csinálnak a kerítésen kívül. Nos, hát az a 6 ember, megbeszélve minden lépést, meg kifigyelve az őröket, szinte meg is lépett ebből a táborból, és ez délután volt, és akkor az ávósok a faluba foci meccset játszottak. És egyszer pillanatok alatt be kellett fejezni ezt a futballmérkőzést, mert híre ment, hogy ugye naponta volt 2-3-4 szám létszám ellenőrzés. Még vasárnap is, vagy akár melyik nap, reggel, délben, este, az mindig volt, hogy tudják, hogy mindenki ott van-e. És nem találtak 6 embert. Na, akkor azonnal riadóztatták az AVH-sokat, és akkor nem mondom el a hosszú részletet. Lényeg az, hogy nyomozó társaság indult el a környékbeli erdőn, jöttek az autóval, jöttek a rendőrök, mindenki, aki élt kutyákkal, stb. És messzire sikerült eljutniuk, nehéz körülmények között, mert a bakancs feltörte a lábukat. Úgyhogy ebből a 6 személyből 4 apránként lemorzsolódott, ugye az északi középhegységben van, és ott sikerült jól elbújni. Kettő viszont szerencsésen túlment, sikerrel járt az is, hogy az erdészházak befogadták, ahol kaptak tejet, mert ugye ott volt szarvasmarha, kaptak másik ruhát, és egy kicsit kipihenhették, és akkor elindulhattak tovább. Ez a folyamat,
egészen a határig, több hónapig tartott. Az utolsó esemény az volt, hogy ketten maradtak, hogy Győr közelében, vagy Győrön túl, nem tudom már a pontos helyet, az a lényeg, hogy megbeszélték, amikor már pihenőként, hogy ezen a napon ennyi órakor itt 1000 kilométer kőnél fogunk találkozni, és akkor mind a kettő újból nekiindul a határnak. És mind a kettő ott volt. És nem tudtak találkozni, mert akkora köd volt, látta mindegyik, hogy ott sétál valaki, meg a másik is, hogy ott sétál valaki, de nem tudta, hogy most az az ő bajtársai, rabtársai, vagy netán valahogy kitudódott, hogy az egyiket lefogták, és egy AVH ott köröz. Ezen túl jutottak, és akkor az egyiknek sikerült átjutni a határon, őt Micsonai Gyulának nevezik, átért a határon, ott egyből jelentkezett a rendőrségen, hogy ő ki. Nem akarták elhinni. Mondta, hogy zárjanak be, és őt vigyék Bécsbe. Azt hitték, hogy nincs magánál ez az ember. És akkor elvitték végül is Bécsbe, ott ő elmondott mindent, hogy itt mi van Magyarországon, és hogy ő ebből a fogolytáborból szökött, és így tovább. Nem akarták neki elhinni. Aztán csak bizonygatta, hogy így volt, meg úgy volt, meg amúgy volt, és akkor hírszerzőket, kémeket elküldtek Magyarországra, hogy nézzék meg tényleg ezt a Recski környezetet. Tényleg eljutottak odáig, és már nem volt szabad nekik tovább menni tovább a faluba, mert le volt zárva. Erről már ők megbizonyostak arról, hogy ott egy titkos kényszermunkatábor van. És akkor gondolom, hogy országuk szerte voltak ilyen titkos kényszertáborok. Ennek a befejező része az, hogy a Micsonai Gyula, emlékezve ott az a több száz embernek sok nevére, szépen beolvasta a Szabad Európa rádióba, amit Magyarországon hallgattak, hát ugye az volt a szabad hang, hallgattak Magyarországon is, és mindenki meglepődött, aki nem tudott a férjéről, nem tudott a testvéréről, nem tudott a gyermekéről, hogy mi van, és akkor föllélegeztek, hogy jaj, mégiscsak él. És akkor megjelente ugye a Kossuth rádióba, vagy talán a Petőfibe is, hogy ezt az embert megsemmisítették ott. Nem így történt. Megtörtént. Ekkor tudódott ki, hogy mi van Magyarországon. Egy ilyen tábor. Na most az erdélyi Sándor bátyám aztán, mikor befejeződött a rabság 53-ban, 56-ban, 56 után ő, neki sikerült meglépni Magyarországról, és 30 év után Münchenben egy találkozót rendezett meg azok részvételével, akik ott raboskodtak. Közben között ott volt ez a Micsonai Gyula is, akinek sikerült ezen a határon átjutni, és elmondta mindezt. Megjelent könyvbe is, ez a Micsonai Gyula könyve. Ez az első rész, az, amit indítéknak szántam arra, hogy tulajdonképpen mi is történt a háború után, és annak milyen következményei voltak itt Magyarországon, egy kis ízelítővel, bemutatással, vagy Németországban. De mint ahogy tetszett említeni, ez minden más Csehszlovákiában, Lengyelországban is megtörtént. Megtörténhetett, meg is történt, mert a szovjet mintát áthengerelték Magyarországon. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és a következő résszel jelentkezünk hamarosan. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmüket, akkor egy hét múlva a következő részben újabb történelmi időutazásra hasznos ismeretterjesztő, hát előadásra fogalmazhatok, így várjuk Önöket. Sinka Jenővel köszönöm, hogy velünk voltak, viszontlátásra.